やあの海食うて頭の明かりは愛の証燃やして焦がしてゆらゆら燃やして焦がしてゆらゆら落ちきってあんあん逃げないであんあん波に揺られてあんあんあん。A Lányok és Tankok egy népszerű online játéknak, a World of Tanksnek az anime adaptációja, amit a készítők aranyos lányzókkal bővítettek ki, mivel ugyebár azzal mindent el lehet adni. A történet egy rakás tankbuzi kislányról szól, akik arra izgulnak, hogy meggyalázott külsejű több tonnás harci gépekkel lövik szét egymást. Megismerhetjük továbbá a főszereplőt is, a rokkant plüsmacika gyűjtő Mihót, akiben mellesleg a világ egyik legprofi World of Tanks játékosát is tisztelhetjük. Mihó annyira keni a témát, hogy a környék minden tankfétises leányzója el van olvadva tőle. Sőt, mi több, az iskola egyik legnagyobb World of Tanks klánja személyesen kéri fel őt, hogy a játék egy fokkal reálisabb verziójában fingassa már meg a többi iskola csapatait. Mihót annyira lesokkolja a felkérés, hogy össze-vissza teleportáló agyhalos zombi lesz belőle, akit végül a barátnőivel együtt szépen kizavarnak a gyengélkedőre. Meg kell hagyni, Japánban félelmetesen egyszerűen el lehet lógni az órákat. Bánom is, hogy az iskolai éveim alatt sosem próbáltam ki ezt a módszert. A klánvezérek ezután összehívják a leendő tankbuzikat, hogy aztán levetítsék nekik minden idők legátlátszóbb propaganda filmjét. Az említett filmből egyébként efféle evidens dolgokat tudhatunk meg, mint hogy a tankvezetés egyenlő a nőiességgel, a sikeres élettel és a népszerűséggel, valamint ha a tankok tetejéről integetsz, akkor a férfiak bolondulni fognak utánad. Komolyan mondom, már csak egy apró betűs felirat kellett volna a végére, hogy a valódi élmények eltérők lehetnek. A látottaktól minden diák orgazmust kap, kivéve persze hősnőnket, aki még most is késlelteti azt, amit úgy is tudunk, hogy a rész végére el fog fogadni. Eközben már az egész iskola tanklázban ég, és rövidesen elhangzik az anime legomniózusabb mondata. Egy tanktisztogató montázs után megismerhetünk minden olyan karaktert, aki bekajálta a korábbi propaganda filmet. Mihóék csapatában még betársul egy zombi kislány, illetve egy kezdő YouTube videós, aki állandóan az általa készített amatőr Sony Vegasos videóival villog. Itt van még továbbá a pánikozó lolikból álló csapat, akik ha éppen nem saját magukat csinálják ki, akkor bölcsen kirohannak a tankjukból a csata kellős közepén. Azért mekkora fordulat lett volna, ha ennél a résznél váratlanul lekaszálja őket egy gépuska sorozat. Persze ne feledkezzünk meg a Csumbió csapatról sem, akikre elég csak ránézni, és egyből lehet tudni, hogy mire is gondolnak. Miután hőseink csúfos vereséget szenvednek az első mérkőzésük során, rögvest úgy érzik, hogy neki is vághatnak a bajnokságnak. Az első ellenfelük a Big Mac burkoló amcsik, akikhez Yukari rögvestbe is szivárog, hogy az ott készített kompromitáló videóival a YouTube csatornáját népszerűsítse. Ám a YouTube rendőrség hamar tetten éri, és kis hián törlik az egész csatornáját. Egy tanksüti zabálós jelenetnél feltűnik Mihó gestapó onécsanyja, illetve annak alparancsnoka, akinek röviden annyi a szerepe, hogy az előbbi karakter helyett reagáljon és beszéljen. Tehát ha valami meglepő fordulat történik, akkor ő az, aki magyaráz, miközben a gestapó onécsan badass kusban van. Végül az amcsik kikapnak, ami természetesen csak is azért lehetséges, mert ez nem egy amerikaiak által készített sorozat. Mert hát ugyebár nincs olyan amcsi akciófilm vagy sorozat, amiben az amerikaiak veszítenének. A következő ellenfél a kiemelkedő katonai sikereikről és a kimagasló moráljukról híres olaszok, akiket főhőseink úgy szétaláznak, hogy ezt a csatát végül ki kellett vágni a sorozatból, nehogy véletlenül Olaszország felháborodásában hadat üzenjen a dicső Nipponnak. Hőseink ezután hűvösebb éghajlatra utaznak, hogy összecsapjanak a galád ruszkikkal, akikről bizony már messziről látszik, hogy kemény diók lesznek, hiszen egy szadista pszichololi vezeti őket, és hát az olyanok veszélyesebbek bárminél. Egy ilyen lolit nem tudna pedóber megerőszakolni. Ő erőszakolná meg pedóbert. Még szerencsé, hogy Yukari ezekhez nem próbált meg beszivárogni. Ha elkapták volna, tuti, hogy ott helyben agyonlövik,
Végül kezdetét veszi a nagy csata, és miután Hüsheng beveszik a világ legátlátszóbb trükkjét, behúzódnak egy romos templomba, és innentől kezdve a létező legkülönfélébb jelenetek követik egymást. A csapat YouTube videósa és Gaunt komisszár kislánya közös éneklős felfedező útra indul. Komolyan mondom, ha ez egy igazi háború lenne, akkor a sniperek úgy leszednék őket, mint annak a rendje. Bár mondjuk ennek a csajnak akkora haja van, hogy talán még egy lövést is hárítani tudna. A másik felfedező csapat bezzeg egy rosszul eldobott hógolyótól is lebukik. Katyusa időközben álomba vodkázza magát, és innentől kezdve mindkét csapat átadja magát a felhőtlen szórakozásnak. Komolyan mondom, erre a zord, havas helyszínre már csak pár vendigó kellett volna. Ez alaposan felpörgette volna az eseményeket. Végül persze az oroszok kikapnak, és mindenki nagyon boldog, kivéve persze Katyusát, akit a csúfos veresség miatt a vezetőség még aznap kivégző osztag elé állít, a teljes csapatával együtt. Ezután pedig már gyakorlatilag fellélegezni sincs időnk, hiszen rögtön megkezdődik a végső csata. Mihóék bevesznek a csapatba pár kockát golyófogónak, majd végül összecsapnak a Gestapo Onichan csapataival. A diákelnök pedig a csata során felmutatott teljesítménye alapján most már nyugodt szívvel pályázhat a World of Tank történelmének leggenyóbb trójának a címére. Hüsheng eközben rádöbbennek, hogy az animében eddig még csodával határos módon nem volt fürdőzős fanszerviz epizód, így ezt egy hirtelen ötlettől vezérelve a csata kellős közepén akarják bepótolni. Ám ekkor jön a drámai fordulat, ugyanis a pánikoló lolik elfelejtettek fürdőruhát hozni. De persze Miho, mint hősies karizmatikus parancsnok, nem hagyja, hogy a lolik kimaradjanak a mókából, és a nála lévő tartalék fürdőruhákat egy elszánt akció keretében átjuttatja az embereinek. Ha ez egy vérkomoly drámai háborús anime lenne, akkor most jönne az a pillanat, amikor egy oldalról érkező tanklövedék letarolja az egész csapatot. Sajnos hőseink ezúttal is beveszik a világ legátlátszóbb trükkjét, és egyenesen belerohannak a tankok Chuck Norrisába. De persze gond ez száll se, egy kis tank gruppen mindent megold. Végül Miho szembe kerül a Gestapo Onichanjával, és miközben a maradék emberei hősi halált halnak, megkezdődik a végső leszámolás, méghozzá FPS nézetből. A döntő ütközetet természetesen Hüsheng nyerik meg, közel 10 percig mindenki újjong, ölelkezik és bömböl. Valamint Miho anyja is belátja végül, hogy a kislánya talán mégsem olyan orbitálisan nagy szardarab, mint amilyennek hiszi. Ezzel ér véget a lányok és tankok. Összességében egy nagyon hangulatos World of Tanks anime adaptáció volt. Remélem azért majd egyszer a World of Warship-ből is készülni fog egy hasonlóan színvonalas anime.